Február 9-én a kertművelést és a növényeket egyaránt kedvelő érdeklődők lepték el a Vigyázó Sándor művelődési házat, a Nyitnikék elnevezésű vetőmag és szaporítóanyag bőrzén, valamint vásáron. A Budapesti Kertbarát Szövetség továbbá a Rákoskerti és a Rákosligeti Kertbarátkörök elnöke András Károly által szervezett esemény első alkalommal valósult meg a 17. kerületben. Vetőmagok, gumók, hagymák és cserepes dísznövények. Február 9-én egyikből sem volt hiány a Vigyázó Sándor művelődési házban megrendezett Nyitnikék vetőmag és szaporítóanyagvásáron. Az eseményen a Budapesti Kertbarát Szövetséghez tartozó egyesületek képviselték magukat, Rákoskert és Rákosliget mellett 14 Pest megyei helyszínről érkeztek közreműködők. A bőrze szervezője, a kétszeres nívódíjas kertmérnök András Károly kiemelte, a program célja, hogy a növényeket szerető fővárosi érdeklődők megoszthassák egymással a tapasztalataikat. Ez egy gyakorlatilag közösségi építés is, és ez a legfontosabb. És utána pedig az, hogy bizalom átadása. És hogyha egy kis maggal foglalkozunk, ott bizalommal kell lenni. Itt viszont, amikor egy magot adok át, ott is bizalom kell, az, hogy elmondjam a lehetőségeket, hogy mit igényel ez a mag, az, hogy ez a pici pirinyó magból mit tud fejlődni. És azt mindenki tudja élvezni. És ez, hogyha átadom ezt a bizalmat, akkor azt hiszem, hogy jót cselekszem mindenkivel. A rendezvény megnyitóján Foszti Vadar köszöntötte a megjelenteket. Az alpolgármester hangsúlyozta, András Károly 25 éves munkássága a kertbarát körökben érték Rákosmente számára, továbbá szükség van az ilyen jellegű alkalmakra, hiszen a 17. kerületben számos embert érintő téma a kertrendezés. A 17. kerület Rákosmente a legnagyobb területű kerülete a fővárosnak. Ahogy mondtam is, a lakosság több mint fele lakik kertvárosi környezetben, van kertje adott esetben, kisebb-nagyobb kertje, és ezeket a kerteket gondozni kell. Egyébként meg is teszik ezt a kerületiek, ki többé, ki kevésbé, van, aki hobbi kertként tartja, van, aki meg tényleg adott esetben háztáji növényeket termeszt benne, haszonnövényeket termeszt benne. A látogatók a növények cseréje mellett vetőmagokat, holland virághagymákat, valamint szaklapokat is vásárolhattak, míg a gyermekeket arcfestés és különféle kézműves programok várták. Dr. Félegyházi Gyuláné a Rákoskerti Kertbarátkör oszlopos tagjaként örömmel érkezett a helyszínre. Nagyon érvezik a kertbarátok is szintén, hogy ilyen érdeklődést mutatnak a többiek. Csereberélik a dugványokat, a gumós növényeket, és nagyon örülünk, hogy ez így sikerült. A nap folyamán szakmai előadások keretében szerezhettek hasznos ismereteket a résztvevők. Elsőként dr. Zagykó Lajos paprika nemesítő a zöldségfélék magvetéséről és a palánta nevelés buktatóiról osztotta meg a tapasztalatait a közönséggel. Ahogy az ember életében is nagyon fontos a gyerekkor, a növény életében ugyanígy meghatározó, és egy elrontott fiatalkor, egy elrontott palánta már később nem tud jó termést hozni, szép növényeket hozni. Tehát ezért nagyon fontosak ezek a nüansznak tűnő fogások, amiket be kell tartani. Különösen egy kertbarátnál, aki nem profi berendezésekben dolgozik, hanem konyhaablakban, verandán, egyebek ilyen helyeken vett. A szervezők nem titkolt szándéka, hogy az augusztus 20-ai terménybemutatóhoz hasonlóan a Nyitnikék nevű eseményből is hagyományt teremtsenek Rákosmentén.